Módszertani bemutató a családi életre nevelés keretében. Szeptember 4 és 6-a között bemutatkoznak a pécsi értékek, már az Alter tér ismerkedt kiállítókkal. Európa legjobb fiatal kosarasai játszottak Pécset, a házigazda a Rádh Géber Akadémia volt. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják augusztus 31-én hétfőn. Tartsanak velünk! A családi életre nevelés program keretében módszertani bemutatót tartott a Megyervárosi Iskola. A város és a környező települések pedagógusai, ifjúsággal, családügyel foglalkozó szakemberei egésznapos képzésen vettek részt a Zsolnai negyedben. Valódi módszereket, lehetőségeket, tantervet, tanmenetet, eszközöket, játékokat akar adni a tanárok, tanítók, családügyel foglalkozó szakemberek számára a szervező Megyervárosi Iskola Központ a családi életre nevelés program kapcsán. Az ezzel kapcsolatos kerettanterv 4 minisztérium összefogásával, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetésével készült el, mely megbízható támpontot ad, mondja Uzsajné Pécsi Rita főigazgató. A tanároknak egy nagyon megbízható alapanyagot ad. Ez a mai nap még természetesen nem intézi el a képzést, de azért nagyon sokat tesz ahhoz, hogy akik esetleg ebből iskolánként vállalkoznak, szeretnének, akik feladatul kapják, azok egy 40 órás képzéssel, vagy egy 30 órás módszertani továbbképzéssel rögtön el tudják kezdeni a foglalkozásokat. A téma iskola kezdéskor rendkívül aktuális. A gyerekek különböző családi élethelyzetekből lépnek ki nap mint nap. Számos helyen gondokkal küzdenek a családok, sok a válási árva is, ezért ennél aktuálisabb időpont talán nincs is, mint ilyenkor beindítani ezt a módszertani képzést a pedagógusoknak, mondja Őri László alpolgármester. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy ezektől a fiataloktól, gyerekektől várnánk azt egyébként, hogy 5-10 év múlva a életük legnagyobb vállalkozásába, a családalapításba belefogjanak, és kutatások és különböző konferenciák tapasztalati azt mutatják, hogy az olyan gyermek, amelyiknek nincs pozitív élménye a családról, nem kapott otthon pozitív megerősítés, nincs pozitív mint az sokkal nehezebben vág bele a család alapításba. Tehát ilyen módon, hogyha van egy ilyen hiányosság, ezt nekünk, illetve a pedagógusoknak, a nevelőmunkát végző kollégáknak kell valamilyen módon pótolniuk. A nemzeti alaptanterve bekerült módszer a képző képzéséről is szól. Az országos hálózatként működő program célja, a családok boldogabban éljenek. Szeptember 1-től a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ ZRT-nél is életbe lép az iskolai napokra meghirdetett autóbusz menetrend. A tanévre való felkészülés jegyében a várható utazási igényekről már a nyáron megkezdődtek az egyeztetések, aminek végén a menetrendi változtatásokat a társaság felterjesztette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé. Ezt a szaktárca jóvá hagyta. Ennek értelmében szeptember 1-től régiós szinten 9370 kilométerrel több utat tesznek meg az autóbuszok, mint a nyári hónapokban. A megnövekedett feladatok ellátásához szükséges autóbuszvezetői és járműállomány rendelkezésre áll. A következő években kártyás, azaz előre fizethető díjjal működtetett vízmérőket kapnak az önkormányzati bérlemények. A Tettyeforrásháznak több 100 millió forintnyi a kintlévősége, írja a Pécs Ma. Az önkormányzati bérlakásokban élők tartozása ebből 140 millió forintot tesz ki. Mindemellett csökkentek a kártyás vízmérővel rendelkezők tartozásai is, a mérőeszközzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok pedig egyértelműen kedvezőek. Az adóssággal szembeni közös fellépés érdekében 3 önkormányzati tulajdonú társaság, a Pétáv Kft., Pécs Holding Zrt. És a Tettyeforrásház Zrt. Megalakította a Pécsi Követeléskezelő Egyesülést, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a hosszú évek alatt felhalmozott tartozásokat nagyon nehéz rendezni. Az önkormányzat szerint a helyzet megoldása a tartozások kialakulásának megelőzésében rejlik, éppen ezért indítják el kártyás vízmérők felszerelését a Tettyeforrásháznál. A Pécsi Értékközösség kezdeményezésére szeptember 4 és 6-a között rendezik meg a Pécsi Értékkiállítást. A rendezvény a Zsolnai Fesztiválhoz csatlakozik, és arra nyújt lehetőséget, hogy a város lakosai maguk döntsék el, mit tekintenek értéknek, és miről szeretnének többet megtudni.
A pécsi értékkiállítás két teremben lesz a Zsolnai Fesztivál ideje alatt. Az úgynevezett altertérbe olyan fiatal vagy tapasztaltabb, de folyamatos megújulásra törekvő vállalkozók jelentkezését várták, akiknek tevékenységét legtalálóbban a kreativitás és az innováció jellemezheti, és akik kapcsolódni tudnak a fenntartható fejlesztés eszmeköréhez. Van olyan szolgáltató, egy Facebook oldalt hozott létre az úriember, aminek az a neve, hogy hova menjek szórakozni ma este Pécset. És ő azt majd ott helyben ilyen projektoros kivetítéssel fogja bemutatni, hogy hogy hozta létre, milyen funkciói vannak, és ismertetni. Azon kívül több ruházattal foglalkozó divattervező jelentkezett, aki az új kollekcióját fogja hozni, de van ólomüveggel foglalkozó alkotó is. Akkor van a Parapark, ez most ilyen egészen új dolog lesz, hogy ki az egy ilyen, ugye a Parapark ez egy kijutós játék, és most lesz egy ilyen kis asztal, amin ezt ki lehet próbálni ilyen logikai feladványokkal, itt fog debütálni majd az alternatív kiállításon. Akkor a nózibusok jelezték a részvételüket, ugye ez az orszívó termékfejlesztő család, akkor ékszereket hoznak, a maripóza ékszer jön majd. Az imént látott témában mai vendégünk Kővári János, a Pécsi Értékközösség egyik alapítója és a kezdeményezője. Szeretettel köszöntöm itt a Pont Ma stúdiójában. Szép napot! Háromnapos lesz ez a fesztivál, ugye a Zsolnai Fesztivál, és annak keretén belül lesz ez a kiállítás. És mi az, amit ez pótol? Milyen hiányt lehet ezzel pótolni? Mi helyett jön ez létre, és mi mindent tud nyújtani a családoknak, pécsieknek? Egy picit távolabbról indítanék amiatt, mert akkor jobban érthető talán, hogy miért van ez a kezdeményezés. A város pár évvel ezelőtt készítette egy városfejlesztési koncepciót, amiből jól látszott, hogy Pécs gazdaságának milyen sebei vannak, miért nem működik igazából, miért nem erős a gazdasága, talán így fogalmaznék Pécsnek. Az egyik oka az, hogy még mi pécsiek sem fogyasztóként, de még a döntéshozók sem tudjuk sokszor, hogy milyen gazdasági értékek vannak Pécset. A kis és középvállalkozások körében különösen nem ismerjük ezeket, hiszen nekik nincsen pénzük nagy marketing tevékenységre. De aztán véletlenszerűen így előkerülnek olyan dolgok, hogy elektromos autót tudunk, olyat, amit senki más, hogy gyermekorszívó játék, vagy gyermekorszívó talál ki két apuka, amivel nemzetközi kiállításnak, és sok-sok ilyen dolog, ami, vagy mondjuk egy nagy autójárnak, hogy itt nem mondhatunk cégnevet, gyárt pécsi cég karosszériát, mert a világon a legjobb karosszériát tudják kelleteni. Ezekről sokszor csak véletlenszerűen tudunk. Mi azt szeretnénk, hogy ne véletlenek legyenek ezek, hanem legyen lehetősége bemutatkozni a pécsi kis- és középvállalkozásoknak seregszemleszerűen, mint ahogy ez volt annak idején a Pécs Expo keretében. Hányan vesznek részt majd ezen? Hány kiállítóval lehet találkozni? Egy picit más alapra helyeztük, mint amilyen a Pécs Expo volt. Ugye annak az volt a lényege, hogy minél nagyobb területen, minél több kiállító legyen. Mi most úgy gondoltuk, hogy elsősorban egy ilyen eszenciát tudunk megmutatni, annál is inkább, mert a helyszín ez most a Zsolnai negyed lesz, sokkal kevesebb helyünk lesz ott, mint a Pécs Expo-ban, az Expo Centerben volt a Pécs Expo-nak. De talán nem is baj, hogy a kevesebb ugye sokszor több szoktuk mondani, nem is baj, hogy egy-egy ágazatból egy-egy jeles képviselő jön el, 22-23 kiállítót hívott meg a Patronus Kft., aki ennek az egyik főszervezője, viszont majdnem minden olyan gazdasági terület jelen lesz, amiben pécsi kis- és középvállalkozások értéket tudnak előállítani. Milyen termékekkel lehet esetleg találkozni, még a korábban említetten kívül? Hát lesznek, ugye az élelmiszeripar valaha erős volt Pécset, sajnos a nagy cégek ugye elvonultak, megszűntek, átalakultak, de kis- és középvállalkozások nagyságrendjében még mindig találhatók nagyon értékes élelmiszeripari tevékenységet folytató szervezetek. Közöttük egyébként olyan is, amelyik mondjuk például hajléktalanok foglalkoztatásával állítja elő azokat a termékeket, amiket láthatunk. Tehát van egy szociális része is, de van olyan élelmiszeripari tevékenységet folytató, aki egészen különleges pékipari termékeket tud. Ezek a hagyományos, mondjuk így iparágai Pécsnek, az élelmiszeripar például. De az alternatív energia használatában is ma már hál' Istennek sok cég jeleskedik. Így lesznek olyanok, akik korszerű napenergia használathoz szükséges eszközöket állítanak elő, vagy éppen egy különlegesség, ugye a hidrogéncella, amit németországi autópályákon már vesznek, mi magyarok még nem. Olyan tudása van ennek a hidrogéncellának, hogy sok, aztán tízszer, vagy több mint tízszer nagyobb mértékben tud tárolni
energiát, mint mondjuk a legjobb akkumulátorok. De lesz itt olyan autó, ugye, ami szintén egyedülálló Pécset és a jövőről szól. Sokat lehetne sorolni, és most nem is a teljesség igényével, hiszen erre nem elég ez a pár perc, soroltam föl. Csak hogy látszódjon, hogy milyen sokszínű Pécsnek a gazdasága már most is. Belépő egy terén, mire lehet számítani? Hát arra, hogy a Zsolnay Fesztivál ingyenes, úgy tudom 7 óráig, tehát mivel ez annak a keretében lesz a Republik Galériában egyébként, ezért ingyenes természetesen a kiállításra való belépés, ami ráadásul még izgalmas, interaktív is lesz, tehát gyerek, felnőtt, mindenki talál magának érdekességet, meg ki lehet próbálni dolgokat, vagy meg lehet kóstolni. Úgy gondolom, egy nagyon klassz kis világot tudunk oda teremteni. Ingyenes lesz, viszont mindenki számára érdekes. Ez esemény hagyományteremtő jelleggel, szándékkal indul, akkor biztos, hogy lesz folytatása. Hát nagyon reméljük, hogy tetszeni fog a pécsieknek, az a szándékunk, hogy megszeressék újra ezt a seregszemlét, gazdasági seregszemlét. Annál is inkább, mert végezem egy hagyományos kiállítás lesz, hogy a falon látunk egy-két portékát, és azt meg lehet nézni, nem ki lehet próbálni, alkotni lehet. Sőt, lesz egy olyan része a kiállításnak, amiről még nem is beszéltünk, ez az alter kiállítás, amit el is hangzott, ahova önállóan lehetett, önként lehetett jelentkezni bárkinek. Szerintem kevés ilyen kiállítás van, gazdasági pláne, hogy ilyen alulról jövő szerveződése is van a dolognak. Tehát láthatunk olyan dolgokat is, amit még én sem láttam, és fontos lehet a pécsiek számára is, hogy megismerjék. A Zsolnay negyed egy hatalmas terület. Pontosan hol lehet megtalálni majd ezt a kiállítást, ezt az részt? Hát a Zsolnay negyednek ez tulajdonképpen a déli részében van. Igazából nem sűrűn használt hely ez, mert a Zsolnay Fesztivál szinte minden helységet használ. A Republik Galéria az egyetemi résznek az aulájában van. Ez mindjárt a déli bejárat, ahol átjön a hatos út fölött is ugye a lépcső, ott található mellett ez a galéria, azért látható lesz mindenki számára. És a kijáratoknál osztunk is természetesen kis térképet, meg bemutatkozót, hogy oda találjanak, akik érdeklődnek. Kővár János, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget, várunk szeretettel minden pécsit. Átadták a Janus Pannonius költészeti nagydíjat a hétvégén. A díjat a Magyar Pen Klub elnöke Szőcs Géza még 2012-ben alapította. A kitüntetés 50 000 euróval, oklevéllel és egy Janus Pannonius szoborral jár. Idén Charles Bernstein a figyelmet rejtett ellentmondásokra felhívó, megindító, a költészetről és a világról való másként gondolkodásra indító költeményével érdemelte ki. A másik elismerést Giuseppe Conte kapta, aki a létezés és a természet eredeti forrásának megtalálását ösztönző művét hozta létre. Páva Zsolt Pécs polgármestere az eseményen elmondta, a költészeti díjnak is köszönhetően ismertebbé válhat a városhoz kötődő Janus Pannonius életműve, a vers mint műfaj visszakapja régi fényét, és remélhetőleg költeményeket is többen olvasnak majd. Mindenki a magyar-román válogatott meccs lázában él, nem is hiába fogytak el a jegyek a várva várt sporteseményre. Feltehetően Pécsről is sokan mennek majd a helyszínre drukkolni, de aki nem ér rá, vagy nem fért már be a stadionba, az se fog bánkódni, mert a meccs napján a Kossuth téren egy igazán látványos, nyilvános vetítést tartanak majd a beszédes nevű pécsi sörrend foci teraszon. A pécsi focirajongók a mérkőzést egy hatalmas, közel 20 négyzetméteres kivetítőn követhetik végig. A látottakról pedig Mayer András, pécsi labdarúgó szakíró fog szakmai beszélgetést vezetni. Európa legrangosabb, a FIBA Europe által is elismert utánpótlás versenysorozatának egyik állomását rendezték hétvégén Pécset. A magyar csapatok nagyon hasznos, a fejlődésük szempontjából fontos mérkőzéseket játszhattak olyan erős együttesek ellen, mint például a Belgrád vagy a München a torna 3 napja alatt. A Rádgéber Akadémia célja, hogy a csapatok rendszeresen nemzetközi szinten mérettessék meg magukat. Az akadémia hétvégén egy olyan rangos európai versenysorozatnak volt a házigazdája, mint az IBL. Nagyon sok mindent tanulhatnak, kosárlabda szempontjából a sebesség, a fizikum, illetve hát a technikai elemekben is azért sok bepótolni való van. Máshogy közelítik meg a játékot alapvetően ezek az országok, és ebbe tudunk tőlük sokat tanulni. Az IBL tornán a Rádgéber Akadémián kívül a München a Zsíros Akadémia, az Inter Bratislava, az Ostrava, a Szolnok, a Debrecen, a Kolozsvár és a Belgrád csapata vett részt. Nagyon erősebbek voltak, mint mi.
50-nel ki is kaptunk, de legalább fejlődtünk szóval szerintem. Ott fejlődtünk a legtöbbet a meccsek közül. A küzdelem pénteken a Lauber Dezső sportcsarnokban kezdődött, aztán szombaton és vasárnap a Tánsi tornatermében is játszottak a csapatok. Pécsi utánpótlás szempontjából soha nem volt olyan lehetőségünk, hogy ilyen fiatalon bekapcsolódjunk a nemzetközi vérkeringésbe, és hát azt kell mondjam, hogy már most tapasztalják a srácok a bőrükön, hogy mit jelent egy szerb sportiskola ellen játszani, egy horvát Cibone Zágráb ellen játszani, egy Prága ellen, egy Pozsony ellen. Tehát itt a régió csapatai jöttek el, a torna úgy van kialakítva, több lépcsős, most 9 csapat van itt U14-ben, játszunk 4 meccset, januárban lesz egy folytatása, és a legjobbak jutnak be a döntőbe. A Rád Géber Akadémia U14-es gárdáján kívül az U16-os és az U20-as fiú csapatok is részt fognak venni az EBL-ben. Az U16-osok szerb, cseh, szlovák és román csapatokkal mérkőznek majd, míg az U20-as csapat Rigába, Kaunasba és Moszkvába utazik, Európa legrangosabb utánpótlás versenysorozatára. Híradónk végén főbb témáink egy-egy mondatban. Módszertani bemutató a családi életre nevelés keretében. Szeptember 4 és 6-a között bemutatkoznak a pécsi értékek, már az Alter tér is megkelt kiállítókkal. Európa legjobb fiatal kosarasai játszottak Pécset, a házigazda a Rád Géber Akadémia volt. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!